Sziasztok, Anikó tanítónéni vagyok, és ma egy nagyon szép verset hoztam nektek. Nagy Lászlótól a dióverést. Ez az olvasókönyvetetekben benne van, a 16 és a 17-es oldalon. Ez aktuális is, ugye? Hiszen már érik a dió lassan. Nagy László dióverés. Elsuhogott az a füttyös sárga rigó és délre, sárgul az árva diófa zöld terebélye. Levelek lengnek, akár a színaranyi rigószárnyak, elszállnak ők is a szélben, puszta határnak. Áll a diófa, és érett kincsei válnak tőle, szellő, ha bántja az ágat, buknak a földre. Szaporább kopogás, csörgés támad, ha jön az ember, s bottal az ágak bogarát boldogan ráver. Földre, fejekre, kosárba kopog a diózápor, burkos dióra a gyermek kővel kopácsol. Mármintha álmodnék, hallom zaját a jó örömnek, darálok forognak, diós mozsarak döngnek. Fagyban és nagy hovazásban meg kell maradnunk jónak, s tisztának is, hogy örüljünk csörgő diónak. Majd csorgó hólevén ring a picike diócsónak, s lombzöldül újra a füttyös sárga rigónak. Ennyi volt tehát a vers, 8 versszakos. Nagyon szép illusztráció van nektek a könyvben, ha megnézitek. És van 3 picike kis szó a lapunk legalján, ami nem más, mint a szómagyarázat. Nézzük. Az első szó, amit kiemeltek nekünk, az a terebély. Az nem más, mint a fának a lombja ebben az esetben. Tehát hatalmas nagy lombról beszél, ágas bogasról, ugye? Pont alatta van, hogy ágak bogai, az ágak csomóit jelenti. A burkos dió pedig, még a fiatal diót, amin még ugye rajta van a zöld héja. Ha lapoztok egyet, akkor a dióról több szólást és találós kérdést is írtak ide nekünk. A szólások a következők. Kemény dióba harapott, ugye? Amikor nagy fejszébe vágta a fáját. Ugye? És ilyen például még, a dió törne a homlokán, úgy szereti. Hát ezeket nem igazán szoktuk mi használni. Egy férges diót sem adnék érte. És olyan, mint a dióbél. Ezek a szólások. A találós kérdések, azok már ismerősebbek lehetnek. Zöld burokban születtem, mire aztán megnőttem. A zöld burok kifes lett, és az úrfi kiesett. Mi az? Ugye tudjuk, hogy ez a dió. Fenn-fenn palotában, négyen ülnek egy szobában. Mi az? Szintén a dió, hiszen a dióbérről beszél. Nézzük akkor a verset. Az első 5 versszakot tettem be ide nektek, hiszen arra vagyok kíváncsi, hogy milyen, illetve melyik évszakot jeleníti meg. Elsuhogott az a füttyös sárga rigó délre, sárgul az árva diófa zöld terebélye. Tehát sárgul a terebélye, az előbb beszéltük meg, hogy az a lombja. Levelek lengnek akár a színarany rigó szárnyak, elszállnak ők is a szélben puszta határnak. Áll a diófa, és érett kincsei válnak tőle, szellő, ha bántja az ágat, buknak a földre. Szaporább kopogás, csörgés támad, ha jön az ember, s bottal az ágak bogára boldogan ráver. Földre, fejekre, kosárba kopog a diózápor, burkos dióra a gyermek kővel kopácsol. És nem más, mint az őszről beszél, hiszen ugye sárgul a diófa, elmentek délre, itt például a sárga rigót említi, az ágak már kopárak,
és a dió ugye kopog már, és a dió ugye amikor érett, az már ősszel van, tehát leesik fejekre kosárba, és a dió zápornak írja le, ugye? Nézzük a következő hármat. Már mintha álmodnék, hallom zaját a jó örömnek, darálok forognak, diós mozsarak döngnek. Tehát itt már megvan törve a dió, és már fel is dolgozzák őket. Fagyban és nagy havazásban meg kell maradnunk jónak, s tisztának is, hogy örüljünk csörgő diónak. Ez a két versszak bizony a telet jeleníti meg, hiszen, mint mondtam, már a diót megtörték, és már le is darálták, össze is törték ugye a mozsarakban, és fel is dolgozták őket. Legutolsó pedig, majd csorgóhó levén ring a picike diócsónak, s lombzöldül újra a füttyös sárgarigónak. Legutolsó pedig, amikor azt írja, hogy csorgóhó, az azt jelenti, hogy elolvad a hó, picike kis diócsónak jelenik meg, a lomb az ugye újra zöldül, és visszajönnek a sárga rigók, azok pedig nem más, mikor a tavasz kezdődik, ugye? Tehát tavasszal. Tehát ősz, tél és a tavasz is megjelenik egy versben, versszakokra bontva természetesen. Nézzük. Az első és a második versszakban minek alapján hasonlítja a költő a hullófa leveleket a sárga rihóhoz? Ugye ez az első kérdésünk a könyvben. Sárgul az árva diófa, zöld terebélye, és akkor elsuhogott a füttyös sárga rigó. A levelek lengnek, akár a színarany rigó szárnyak. Tehát színarany rigó szárnyak, ez már kicsit el is árulja. Elszállnak ők is a szélben, puszta határnak. Tehát minek alapján? Az azt jelenti, hogy a diófa ugye elkezd sárgulni, lassan hullanak a levelek, és a sárga rigó is ugye elmegy innen, a levelek is lehullanak, nem maradnak fent a fán. A második versszakban pedig színarany rigószárnyak, tehát a levelek színaranyból vannak, olyan színűek, természetesen nem pedig aranyból vannak, csak a színük olyan, és mint a rigószárnyak. Tehát külsőleg is, ugye hoztam képeket, amin láthatjátok, hogy gyönyörű a sárga rigó, gyönyörű sárga és fekete is van benne, de hogy a sárga levélhez hasonlítja a költő. Azért a lehulló levélhez, hiszen elköltözik, tehát ez a rigófajta nálunk költöző madár. És van még egy, tehát a levelekhez, ha nézzük, gyönyörűen pompázik a tollazata, gyönyörű sárga, citromsárga. Tehát a sárga rigó az elég ritka nálunk, nem igazán láthatjuk azért a városba, annál inkább ugye a másik, a fekete rigót, ővel találkozhatunk télen is. A költő sok szép, érdekes szókapcsolatot használ a versében, egészítsük ki a következő szavakat a versben szereplő párjukkal. Nézzük. Füttyös, árva, diócsónak, öröm, csörgő, zöld, kopogás és a hó. Ez benne van a könyvetekben. Szókapcsolatokat keresünk. Nézzük az elsőt. Füttyös, sárga rigó, pont az előbb volt benne. Nagyon szép szókapcsolatról van szó. Árva, diófa. Következő. Picike diócsónak. Jó öröm. Csörgő. És mi csörgő, tehát a dió? Csörgő dió, zöld terebélye, ugye a fának a zöld lombjáról beszélt, szaporább kopogás, amikor is a dióverés során ugye jóval több dió esik le, ugye szaporább a kopogása, és csorgó hó, szókapcsolatról beszélünk,
Ezeket be is lehet írni a könyvbe. A munkafüzetben találjátok. Nézzünk egy pár képet, illetve hogy mi is az a dióverés. A dióverés az egy ilyen hagyományos népi szüreti eljárás volt, de még azért van, ahol még most is szokták leverni a diót. Miért is verik a diófát? A válasz pedig az, hogy idejében össze tudják szedni a diót, mielőtt ugye esetleg rossz idő lenne, vagy az állatok ugye elhordanák, illetve a lehullott diót mások szedjék össze, amikor ugye a gazdáik nincsenek ott. Ez egy mostani kép itt a sarokban, egy régi metszet, és egy másik, ami egy kicsit karikatúrás a sikeredet, és az is volt a célja, hiszen itt már látszik, hogy van, aki el is ment volna, és elvitte volna a gazdák előtt a diót. Csak megelőzték őket, és ott hátul már jön is a gazda, ugye? Kicsit a dióról fogok nektek beszélni. A közönséges dió a diófa félék családjának dió nemzetségébe tartozó növényfaj, közepes vagy nagy termetű fa. A nemzetség tagjai közül ezt termesztik a legszélesebb körben, tehát az azt jelenti, hogy ez a legelterjedtebb. Lombhullatófa, ezt is tudjuk. Magassága az 15 és 25 méter közé tehető, és körülbelül 150 és 160 évig él, de magassági növekedése 70-80 éves korában abba marad. Ugye, tehát nem 150 és nem 160 évig nől, hanem 70-80 éves koráig, és akkor ott megáll, de attól még a fa maga öregszik. Látjuk a képen magát a zöld dió, ami még nem nyílt szét, tehát maga ez a burok, a levele, van egy virág is látható, azok ugye a porzók, és maga a dió, amikor megnyílt ugye a zöld burok. A diófának a gyökerén kívül gyakorlatilag minden része gyógyhatású, és a szépségápolásban is használatos. Ez azért érdekes, mert ugye azt szokták mondani, hogy a diófa lehullatja a levelét, akkor azt bizony össze kell szedni, mert hogy egyfajta, egy kicsit mérgező, és akkor azért nem szokták lent hagyni az emberek, illetve a diófa alatt, akinek van diófája, az láthatja, hogy nem igazán nő meg alatta semmi. Hogy most ez összefüggésben van-e, azt nem tudjuk. Lehet igen, lehet nem. De az biztos, hogy a gyökerén kívül szinte minden részének van gyógyhatása, lássuk. Mi mindenre jó, őszi kincsünk az ezer arcú dió. Először is elhoztam a diófa levelét, ugye? Ilyet mindenki látott szerintem, vagy fogott a kezében, ugye? A dió levelét azt leforrázva használhatjuk, vagy használják, külsőleg is lehet borogatásként, különféle bőrbetegségekre, akinek van, de nagyon jó, képzeljétek el, izzadás ellen, torokgyulladás esetén, és gyomor problémákra, tehát teaként is tehát a forrázata, így nagyon jó. A diókopács, vagy a diónak az a zöld burka, amiből kiesik a zöld dió, és a dió, mert az csak a zöldje marad meg, ugye, amit azt gondolnánk, hogy el lehet dobni, vagy el kell dobni, és mégis kiderül, hogy mennyi mindenre jó. Szintén a főzete nagyon jó, különböző gyomor, bélbajokra, nagyon köhög valaki, nagyon szárazon köhög, valamint szintén ez is izzadásra, külsőleg pedig bőrfertőtlenítésre és hajhullás csökkentésére is használják, de hajszínezőként is szokták használni, illetve régen használták a hölgyek, nagyon gyönyörű, ragyogó barna hajat kaptak, hajszínt kaptak, akik ezzel festették a hajukat.
a dió héja. Amikor megtörjük ugye a diót, akkor utána marad ez a kemény dióhéj. A dió összetört héjából készített forrázat, szintén leforrázák és hagyják állni, cukor bajra ajánlják, tehát akinek cukorbetegsége van, persze nem mindegy, hogy ugye milyen, ezt is csak az orvos javallatára, de ha félretesszük, remek tüzelő is lehet belőle, ugye nagyon-nagyon jól ég, csak vigyázni kell vele, hogy ne túl sokat rakjunk be egyszerre. A dió belső válaszfala, ezt ritkábban szoktátok hallani, vagy nem is biztos, hogy hallottátok még, amikor megpucoljuk a diót, vagy a mamával, tatával pucoltatok diót, akkor tudjátok, hogy mielőtt ezt a gyönyörű dióbélt megkapnánk, közötte van egy kis hártya, nagyon jól látszik, tehát így. A diónak ez a része egy nagyon különleges betegség, tehát szívgyógyszerként szokták alkalmazni az orvostudományban, és a cukorbetegségre is ajánlják, tehát egy nagyon-nagyon jó hatása van neki. És elérkeztünk a dióbélhez, amit mindenki szeret, és nagyon finom. Természetesen van, aki allergiás, arra vigyázni kell. Nem csak nagyon jó csemege, erősíti a szívet, nagyon jó csonterősítő, vérszegénység ellen is jó, hasznos táplálék a cukorbetegeknek, és enyhíti a fejfájást, és ami a legfontosabb, én szoktam mondani az indiákjaimnak, hogy javítja a memóriát, tehát ha nem akarunk, vagy nem engedik, hogy, mert ugye a csoki is jó, de ha hogy ne együnk túl sok csokoládét, akkor a magvak közül szokták ajánlani egyik legjobb a dió. És nagyon-nagyon javítja a memóriát. Persze azért vigyázni kell, hogy este azért már ne együnk diót, mert akkor bizony nem fogunk aludni, vagy nem jót fogunk aludni. A szépség ápolásban is fontos, rendszeres fogyasztásával szebb lesz a bőr és a haj, csökken a hajhullás. Tudjuk, hogy akinek szép, hosszú haja van, akár már használhatott is olyan hajsampont, amiben dió olajat írt. És ezzel be is fejezném, ennyit a ma a dióról. Köszönöm szépen a figyelmet!